Mióta két orvos van, sokkal stabilabb a helyzet, kevesebbet kell várakozni. Szerintem jobb a ellátás. Talán a 2012-es évben voltak utoljára ilyen elégedettek a mikepércsi beteget, mint most. Akkor avatták ugyanis fel a község új egészségházát, ami a régi szűkös és elavult rendelőt váltotta ki. Ám miközben a 100 milliós nagyságrendű beruházást sikerült megvalósítani, egy másik probléma, az orvos hiány hosszú éveken át tovább húzódott. A két házi orvosi praxisból az egyik sokáig üresen állt. Sajnos lassan már majdnem egy évtizede, hogy a mikepércsi egyes számú körzetben nem volt betöltve a házi orvosi praxis. Hála Istennek sikerült többszöri pályáztatás után megnyugtatóan rendezni ezt a kérdést, ezt a nyitott kérdést. Egy olyan doktor érkezett a településünkre, a Kenész Gáspár személyében, aki speciális szaktudással rendelkezik. Azt fontos tudni az egyes számú körzetben, hogy a kettesben a Molnár Gábor doktor úr van, aki az naponta 50-80 beteg jött, míg itt a helyettesítő körzetben 5-8. Ezzel szemben most már 35-40 beteg érkezik, tehát nagyon nagy az érdeklődés, és nyilvánvalóan a kedvességének híre van, illetve annak a tudásnak, amelynek a birtokában ő kezeli a betegeket. Az új házi orvos dr. Kenész Gáspár kardiológus január elején kezdte meg a rendelést. Azt mondja, mivel a település lélekszáma folyamatosan emelkedik, hiányzott egy állandó házi orvos az üres körzetből, ezt támasztja alá, hogy betegeinek száma igen gyorsan gyarapszik. A Mikepércs az lakosság szempontjából is egy dinamikusan fejlődő település. Egyre nagyobb terhet jelent a házi orvosi ellátásba, és az egyre több lakosságszám, hogy úgy mondjam, és mindenképpen hiányzott innen egy állandó házi orvos. Ugye a praxis az be volt töltve, többé-kevésbé folyamatosan helyettesítéssel, de mindenképpen jobban működik a dolog, hogyha egy állandó házi orvos látja el a házi orvosi feladatokat, és az látja át a betegeknek az egész sorsát éveken keresztül. Eddig azt se tudtuk, hogy hova menjünk, hova tartozunk. Jöttek, mentek az orvosok, tehát most már úgy néz ki, hogy már Kenész doktor úr már állandó lesz. Úgy fest. Mikepércs új házi orvosa hosszú távra tervez, hiszen, mint mondja, az önkormányzat további fejlesztési lehetőségeket lát az egészségházban, s egy ultrahang beszerzésével lehetőség nyílna a szív-érrendszeri és egyéb belgyógyászati, nőgyógyászati vizsgálatokra is, valamint ambuláns sebészi beavatkozások végzésére. A szolgáltatással pedig nem csak a helyieket céloznák meg a tervek szerint, hanem a debreceni járóbetegeket is. Azok a tervek, hogy itt az egészségház az nem csak házi orvosi ellátás, hanem egy kicsit bővebb ellátást tudjon biztosítani a mikepércsieknek. Vagy illetve, hát ugye Debrecen sincs messze, és hogyha tudnánk mindenféle járóbeteg szakrendelésben a igencsak leterhelt debreceni járóbeteg szakrendelésekről egy kis terhet levenni, nem tartom kizártnak, hogy debrecenieknek is érdekes lehet itt majd ez a mikepércsi egészségház. És nem csak az egészségház, hiszen az elmúlt 10 évben 1500 fővel nőtt a település lakosság száma, ez pedig egy újabb cél elérésére sarkalja az önkormányzatot. Én hiszek benne, hogy a következő esztendőkben át fogjuk lépni az bűvös 5000-es lélekszámot, és hogyha jól megy minden, akkor még ebben a parlamenti ciklusban a településünk várossá is válhat. A település szociális, oktatási és egészségügyi ellátó rendszerét is folyamatosan fejleszti, hogy vonzó maradjon a betelepülni szándékozók előtt. A házi orvosi praxis ügye most közel egy évtized után megoldódott, mindezzel egy időben pedig új patika is készül Mikepércsen.